Köszöntöm a Trió TV nézőit! Mai műsorunk tartalmából a cigány holokausztra emlékeztek Bükön. Színes programokkal várták a családokat a büki gyógyfürdőbe. Tábort szervezett a büki kézilabda szakosztály. Majtényi László főzött a büki gyógybor gasztrosóban csütörtökön. A borszínpad egyik fellépője a Csík zenekar volt. Szép Bence, a gyógybornapok házigazdája foglalta össze az öt nap eseményeit. A Tornai pincészet képviselője beszélt Bükváros boráról. Ez a mai kínálatunk. Kedves nézőink, tartsanak velünk! Augusztus 2-a a Cigány Holokauszt emléknapja a Cigány Világszövetség 1972-es Párizsi kongresszusának határozata alapján. Nem csak Bükön, hanem országszerte és a világ számos országában megemlékeztek erről az eseményről. A büki ünnepségen elsőként Németh Tiborné, a helyi roma nemzetiségi önkormányzat elnöke köszöntötte az emlékezőket. A magyar és roma himnusz elhangzása után az ünnepi beszédek mindegyike a roma holokauszt, vagyis a pajajmosz jelentőségét, borzalmait emelte ki. Gagyi Levente egy büki rendezvényen ért emlékeit osztotta meg az emlékező közönséggel. Feltűnt a színpadon egy fiatalember, és egy ismerős dallamot, a Schindler listája című zenét kezdte el játszani. Megdöbbentően szép volt. Már korábban is megállapítottam, hogy az a zene a filmzenék közül az egyik legkiemelkedőbb, ám ott és akkor ifjabb Baranyai Lajos tolmácsolásában több volt, mint egyszerű zene. Benne volt mindaz a fájdalom, mely közös történelmünk legsötétebb napjaiban vett körül bennünket. Jó magam, még nem éltem akkor, ám miközben Baranyai Lajos zenélt, képek peregtek előttem. Láttam édesanyjú karjaiban kapaszkodó gyermekeket, a rémült tekintetű aggasztyánokat, a fejet reménytelenül elfordító kemény édesapákat, művészeket és tudósokat, munkásokat és gazdagokat, cigányokat, zsidókat, magyarokat, egy szóval embereket, akik akkor és ott látszólag legyőzött a gonoszság. Felfoghatatlan az az embertelenség, amit akkor és ott történt, és ezt az érzés szavakkal nem is lehet kifejezni. A magyarországi cigányságot sújtó pajajmosz története csak megközelítően dokumentálható. Az akkori történésekről mi könyvekből, egyéb kutatási anyagokból, riportokból és ma már az internet segítségével kapunk információkat a zsidók és a cigányok ellen elkövetett borzalmakról, amik valóságban valószínű sokkal súlyosabbak lehettek, mint ahogy mi ezeket ezekből a forrásokból visszakapjuk. Valójában leírhatatlan és elmondhatatlan. Én magam el sem tudom képzelni, hogy épp az emberekben hogyan petődhetett fel olyan gondolat, hogy népeket, népcsoportokat hívtsanak ki. Ahogy időben egyre jobban távolodunk az 1944-45-ös évi borzalmas eseményektől, és egyre jobban fogynak azok, akik mindezt személyesen is megélték, úgy halványodnak az emlékek is. A világ is mindig újabb és újabb eseményekre koncentrál. Manapság is történnek borzalmak szerte földünkön. Abban van nekünk nagyon fontos szerepünk és feladatunk, hogy ne engedjük ezeket a szörnyűségeket feledésbe menni. Habár biztos vannak olyanok is, akik szívesen kitörölnék ezeket a történéseket az emlékezetükből. Ezt az időszakot azonban nem szabad elfelejteni. A zsidó holokauszt árnyékában a cigány holokauszt sokáig ismertem maradt a közvélemény előtt. A cigányság és a zsidóságnak egy volt a sorsa. Azt gondolom, hogy azok a borzalmas időszakok, amiket akkoriban 1944 májusától egészen augusztusig bekövetkeztek, és mindazelőtt még a hurcoltatások és a kiszállítások, én azt gondolom, hogy ezek nagyon sokáig, ahogy beszédemben is elmondtam, hogy nem lehetett ezekről az eseményekről beszélni, nem lehetett nyilvánosságra hozni, nem lehetett így nyíltan megtartani mindazokat a megemlékedéseket. És nem utolsó sorban azért azt gondolom, hogy azt is észre kell vételezni, hogy 1994 óta, amióta működik a kisebbségi rendszer akkoriban, ugye most már új nevet kapott nemzetiségi önkormányzatok, de akkor már mi vezetők
megpróbáltunk élni ezekkel a lehetőségekkel. Igaz, hogy először csak Budapesten tartottunk több száz fős nagyságban megemlékezést a parlament körül, ahol azt gondolom, hogy méltóan ünnepeltük, illetve kezdtük el ezeket a hagyományokat, ami most már azt mondhatom, hogy minden évben országos szinten több településeken, megyei szintekre lebontva tartják meg ezeket a holokauszt megemlékezéseket, és hát ez jó érzés. Jó érzés azért is, mert látjuk azt, és az őseink, akik még megélték, illetve az ő szüleiktől, akik kaptak ilyen tájékoztatásokat, hogy mi volt ennek a fő oka, és mi volt az, hogy ilyen tragédiák bekövetkezhettek 1944-ben. Két busszal utaztunk ki Auschwitzba, kimondottan roma kisebbség önkormányzat képviselőket, idősebb romákat tudtunk kivinni. Hát akkor szembesültünk azokkal a tényekkel, azokkal a borzalmakkal, hogy ott adok a ledöntött, lerombolt gázkamrákba, ahol végezték az égetéseket. Hát akkor elgondolkodtunk, hogy tényleg milyen események voltak. Egyetlen egy gondolat maradt meg úgy bennem, hogy állítólag, amikor a vonat, az a halál vonatnak nevezett, szállította ki az embereket, hogy egy hidat kellett volna felrobbantani, hogy ne tudjon végállomáshoz érni a vonat, és ezen csodálkozom, hogy ennek viszont nem tett senki eleget. És az sem igaz, hogy most már hosszú idő után, hogy mások nem tudtak erről, hogy ott mi történik, most már mi is nagyon sajnáljuk, hogy mindazok a más országok, hatalmak, hogy akkor nem avatkoztak előbb be, és nem mentették meg több százezer embernek az életét, és így nem utolsó sorban a cigányság és a zsidóság volt a legnagyobb szenvedő alanya részesei ennek a holokauszt áldozatainak. A holokauszt során a különböző becslések szerint a 2 milliós európai cigányság 10-30%-át gyilkolták meg. A cigányok nem kaptak a zsidókéval összemérhető kárpótlást az atrocitások után. Tudomásom nincs arról, hogy a romákat kárpótolták volna, pedig hát az ő életük ugyanannyi, mint bárki másé a földön, és ha kárpótlásról beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy kellett volna, hogy kapjanak ők is, igen. Gyerekeket már vissza nem lehet hozni. Beszédében elmondta, hogy saját családja is érintett volt ebbe. Ön gyerekként élte ezt meg, vagy így felnőttként már akik megélték, azok meséltek esetleg erről? Én még annyira koros nem vagyok, hogy abban a korszakban élhettem volna, még akár gyermekként sem. Ha azt mondom, hogy a saját családtagom, akkor én mind a 3000 emberről beszélek, akik augusztus 2-áról, 3-ára viradóan vittek gázkamrába, az mind az én családom. Tehát származásomat tekintve, és ha érzelmi alapon nézem, akkor meg pláne. Tehát ők az én családom. A cigányokat nem csupán a németek üldözték. Sorsuk a nácikkal szövetséges államokban is eltérően alakult. Július utolsó hétvégéjén színes programokkal várták a családokat a Büki gyógyfürdőben. A kilátogatók fényképezkedhettek Spongyabobbal, Dórával, a bátrabbak kipróbálhatták magukat az ügyességi feladatokban. Az időjárás kegyes volt, a fürdőre ki lehetett tenni a megtelt táblát. A Büki gyógyfürdő minden évben színes programokkal kedveskedik a fürdőző vendégeinek. Idén sincs ez másként. Július utolsó vasárnapja a családi nap volt. Nyár folyamán 4 nagy rendezvényel készítünk a kedves vendégeknek, abból már 2 lement, ez a 3. a Strandok éjszakája után, tehát így most már mondom is, hogy 2 nappal ezelőtt egy sikeres Strandok éjszakája program zajlott le. Az Irigy Hónajmirigy műsorát ovációs tapsvihar fogadta kedves vendégek részéről. Nagyon jó műsoraink voltak, különleges fagyi különlegességek, azon kívül koktélbár volt, csúsztaverseny, lézershow, minden, ami kell, és még az enyhe eső se akadályozta azt meg, hogy a tűzsonglőrök műsorát leadjuk. Azelőtt pedig a nyarat strandpartival indítottuk, és hát akkor visszatérve a mai napra, ma pedig családi napnak nézünk elébe, nagyon színes programokkal. Vasárnap főleg a gyerekeknek kedveskedtek a szervezők. A mesékből ismert Spongyabobbal és Dórával találkozhatott és fotózkodhatott gyerek és felnőtt egyaránt.
a bátrabbak ügyességi feladatokban próbálhatták ki magukat. Olimpiát rendez a neves TV csatorna jóvoltából velük együtt működve, ezt a napot kiegészítettük az ők is, nem is kicsi, hanem elég színes program kavalkádjával, amit hadd idézzek, a Dóra tudás állomás, a kicsik nagyon jól ismerhetik Dórát, aztán Lufis állomás, medúzavadászat, Blongoball, felfújható akadálypálya, és fitball akadálypálya kedves vendégeket, és minden mellett még ajándékokat is osztogat a Nickelodeon. Igen ám, de természetesen mi is tettünk jócskán oda a rendezvényekhez. Itt a színpadon mellett, ahogy itt állunk, itt is nagyon színes programokkal várjuk kedves vendégeinket. Mellettünk a csúszda verseny, az majd egy órakor fogadja a kedves érdeklődőket. Kézműves foglalkozás itt az árnyos fák tövében, nem kell megsülni, agyagozás és különböző kosárfonó tevékenységgel tölthetik el a kedves családok a napjukat. Mazsoret show lesz, és hát a nap sztár vendége, Dér Henny pedig 2:30-kor fog itt a színpadon fellépni, amelyet aztán utána Zsongi Bohóz zsonglőr mutatványaival folytat, illetve a napot szeretnénk majd tangóra, Tészláv tangóra zenével zárni. A fürdőn új játékokat és medencét is találhatnak a fürdőzők. Hála Istennek az idő is kedvez nekünk, tehát ez a nap ez tényleg egy nagy durranásnak néz elébe. Itt mögöttünk, éppen mellettünk van az új egyik létesítményünk, az Acapulco medence, amely közel 300, talán még annál is több, picivel több befogadó létszámmal várja a kedves vendégeket. Azon kívül spréparkkal, egy vizes játszó parkkal is bővült az elmúlt időszakban a fürdőszolgáltatási palettája. Ez minek köszönhető? Ezekre már volt igény, vagy inkább próbáljátok minél több vendéget ide csalogatni? Természetesen a fejlesztéseket mindig megelőz egy felmérés, amely szerint aztán természetesen ezek az igények már körvonalazódtak, és hát hála Istennek ebből most már több tétel is megvalósult. A másik irányba, az egyik hidegvízi medencékben egy színes lufi várja a kedves viháncoló, úgymond fiatalokat, és hát remélhetőleg még folytatódik a fejlesztés tovább. A nyáron és az év végéig még számos programmal kedveskednek, tudtuk meg a programok szervezőjétől. Egyik nagy rendezvényünk a kiemelt nyári programok közül az pedig egy fit nap lesz. Az egészség és a fit jegyében fogunk egy ugyancsak egész napos programkínálatot adni, amelynek a sztár vendége majd Miló Viki, az ismert box sportoló lesz. Ez a nyárnak a programja. Össze lehet-e tudni, hogy már terveztek-e valami programokat, hogy ez még távlati csak? Ez még távlati. Apró programokkal minden héten és hétvégén készülünk, egészen karácsonyig, tehát mindig van valami program, amivel kedves vendégek találkozhatnak itt a fürdő területén. Sokan hiányolták Spancsit, a fürdő egyik jelképét. Spancsi most hazalátogatott rokonaihoz, és egy kis időt most ott tölt el. Folyamatosan zajlanak nyáron a gyerekek számára napközis táborok. A Büki kézilabda szakosztály minden évben egy hétre várja növendékeit, ahol a jó hangulat mellett az edzés is garantált. Bekukkantottunk a gyerekekhez edzés közben, és így első kézből elemezzük a táborban töltött időt. A nyári táborok jó esetben a szülőnek és a gyerekeknek is egyformán jók. A nebulókkal ilyenkor szakképzett gondozók foglalkoznak, így a gyerkőcök és a szüleik is örömmel várják és keresik ezeket a lehetőségeket. Ez a Büki kézilabda táborra is jellemző, ahol a barátságok és a játékok élményé varázsolják a hetet. 25-én kezdtük, egy hét, ilyen napközis jelleggel, reggel 9-től este 6-ig vannak a gyerekek, délelőtt edzés van 9-től 11-ig, majd kis szabad program, ebédelnek, és akkor délután mindig egy programot szerveztünk nekik, majd este megint játékos jelleggel edzést tartunk. Voltunk a Napsugárparkban, a fürdőn, szerdán a Tóth Viktória segítségével Inci-Finci gyermekfoglalkoztatót tartottunk nekik, amit nagyon szerettek. Ma meg pedig ilyen meglepetésszerűen ilyen kézműves foglalkozás lesz nekik, ahol csinálhatnak egy fotó
kidíszítenek mozaikokkal, és azt hazavihetik, mint egy emléket. Igen, csináltunk kedden egy csoportképet, ami mindenki rajta van, és akkor ezt gyorsan előhívattuk, és így meg tudják csinálni maguknak ki, ahogyan szeretné. Két gyerekkel foglalkozunk most, aminek nagyon örülünk, mert eddig ez a csúcs. Igazából a nagy része már az iskolában játszanak. Egy-kettő van, aki így hallott a táborról ismerős által, és akkor így érkezett hozzánk. 40 gyerek van igazából az iskolai csapatban, így a tábor alatt azt hiszem ilyen 26-an voltak tavaly, akkor én még annyira nem voltam ebben. Nagyon örülünk, hogy tudjuk népszerűsíteni így a kézilabdát, és egyre több gyerek megkedveli. És reméljük, hogy akik újonnan jöttek, azok az iskolában is fognak részt venni. Szeretnénk, ha akik eddig jártak, azok megmaradnának. Bárkit szívesen látunk, 1-től 4 osztályig. Egy edzés van hetente, bárki szívesen jöhet, aki ki szeretné próbálni ezt a nagyon jó kézilabda sportágat. Az idén volt először ennyire hosszú a tábor napi beosztása. Az intenzív foglalkozások ugyan a legtöbb gyereket teljesen igénybe vette, mégis a lányok örömmel emlékeztek vissza az ott töltött napokra. Minden nagyon jó volt, jött a Viki néni, ő is tartott ilyen jó kis mulatságos délutánt, úgyhogy nagyon jó volt ez a tábor. Hát itt az volt a legjobb, amikor kézíztünk, mert az ilyen jó volt, amikor ugye goldobtunk, az jó érzés volt. Minden uzsorna után meccseztünk, kivéve tegnap, mert tegnap délelőtt volt, mert mentünk a fürdőre. A napsugárparkban is voltunk hétfőn, ott is nagyon jól éreztük magunkat, sokat játszottunk. Biciklizni is voltunk, ki a fürdőre, játszolás fele. 2016. július 20 és 24 között várták a zene, a gasztronómia szerelmeseit Bükkfürdőn a 11. gyógybornapok és Bükki Gasztrofesztiválra. Csütörtökön Majtényi László, a Vas megyei közgyűlés elnöke mutatta be főző tudományát. A bornapok népszerű és érdekes színfoltja a gasztrosó. Ennek egyik helyszíne a gasztroszínpad, ahol közismert személyiségek készítették el kedvenc és különleges ételeiket. A második napon a Vas megyei közgyűlés elnöke vadnisztomájból készítette el egyik kedvenc ételét. A beszerzése nem volt egyszerű, mert friss májból szerettem volna főzni, és sikerült is abból főzni. Tegnap ejtették el ezt a vaddisznót. Azért őrségiesen, mert az őrségi vadász barátaink egy ilyen erős paprikás, tehát nem paprika, hanem zöld paprika és chili paprika, macskapöcse paprika, peperoncini paprika segítségével hozzák meg a csípőségét. Az az érdekessége ennek az ételnek, hogy nincsenek benne fűszerek. Tehát ha figyelték, akkor semmilyen fűszert nem raktam bele ebbe a májba. Mangalicazsírt tettem bele, kétfajta bacon szalonnát tettem bele, az adta meg az ízét, meg a só ízlésének a nagy részét. Vörös hagymát tettem bele kétszer, először sokat, közepén keveset, és a közepén tettem bele snidlinget, metélőhagymát, és a végén is tettem bele metélőhagymát, és amikor beletettem a májat, és megpuhult a máj, annak nem sok kell, egy 10 perc, akkor egy kis forró vízzel rásegítettem, azért volt ott a dupla kávés pohárban forró víz volt ott a pulton, és a végén két marék friss, durvára vágott petrezselymet kevertem bele. És ez önmagát fűszerezte, és hagyta érvényesülni a májnak, a vadmájnak az ízét.
sima sertésmájból is meg lehet csinálni, vagy borjúmájból, vagy birkamájból, bármilyen májból, a szárnyas májakat azokat nem ajánlom, tehát emlős állatnak a májából, valami nagyobb emlősnek a májából. Egy a lényeg, hogy friss legyen, tehát ne fagyasztott máj legyen, hanem friss legyen, előhűtött máj legyen. A gasztronómia nem áll távol az elnök úrtól. Több szakács és süteményes könyve jelent már meg. Mindenki a családjából hozza általában. Édesanyámtól, nagyanyáimtól, és rengeteget tanultam apámtól, aki nagyon szeretett főzni. Együtt horgáztunk, együtt vadásztunk, és tanultam, hogy mit, hogyan kell elkészíteni. Gyerekkorunkban mi a szélhajtó küszből, a lamliból is olajos halat főztünk, tehát mindent földolgoztunk. Hogyha túl sok volt, akkor a kacsák ették meg az egyik részét, de a másik feléből abból biztos, hogy vagy ecetes hal készült, vagy 5-6 órán, vagy 7 órán keresztül főzött olajos hal készült. A szálkás halakat, azokat, kis halakat kirántottuk, és ecetes lébe kerültek, ecetes hagymás lébe kerültek, és hát a húsok, vadhúsok, vagy a házi állatok mindig voltak, disznók, csibék, néha kacsák is, azok nagyon sok nyúl volt, azokból mind valamilyen étel készült, úgyhogy én még úgy nőttem föl, hogy a csibét azt levágjuk, a nyulat azt levágjuk, a disznóherét vagy a bikaherét, amikor herélik az állatot, azt utána pörköltnek megcsináljuk, vagy kirántjuk. Tehát akkor még egy normális világ volt, amikor nem volt szégyen a tápláléknak a megszerzése. A politikai élet mellett igyekszik minél több időt a családjával tölteni, hogy közösen főzzenek. Azt mondanám, hogy sok akkor hazudnék, ritkán főzök. Otthon azért szeretem hagyni a feleségemet, akkor ki vagyok tiltva a konyhából, de szívesen főz együtt a család. Együtt főzések azok inkább kint az udvaron a kemencénél, kemencés ételek, vagy kenyérdagasztás, kenyérkészítés, langaló sütés, azok, amik ilyen közösségi tevékenységek. Azért havonta néhány alkalommal mindig kerül rá sor. Most nyáron a legegyszerűbb dolgot csináljuk. Füstölt szalonnákat sütünk, és kolbászokat sütünk tűz fölött, parázs fölött. A gasztrofesztivál jellegét erősítette, hogy az összesen 55 árusból 16 boros, 4 pálinkás, 18 gasztros, 5 pedig italos stand volt. A gyógybornapok csütörtöki egyik fellépője a Csíkzenekar volt. A csapat nem először szerepelt a fürdővárosban, visszajáró együttesként köszöntötték őket. A több mint 25 éve tevékenykedő népzenei alakulat hatalmas tömeget vonzott a kora esti órákban a borszínpadhoz. A zenekar nem ismeretlen a büki közönség számára. Nagyon-nagyon szeretjük. Nyilván nekem különös azért is kötődés, én Egerbe lakom, szintén fürdőváros, tehát itt is mindig az első dolgom most is az volt, hogy megérkeztünk, hangbeálltunk és mentünk be a fürdőbe, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat. Én nagyon szeretem az ilyen wellness-es fürdős helyeket és az ilyen fesztiválokat. Kedvesek az emberek, szeretik, amit muzsikálunk, úgyhogy ennél jobbat zenészt nem kívánhat magának. A Kossuth-díjas együttes a magyar népzenei élet egyik meghatározó szereplője. Idén is számos olyan dalt hoztak el, ami a közönség kedvence. Gyakorlatilag az van, hogy a zenekar, ugye vannak olyan számok, amiket mindig el kell játszani. Azokat persze idén is eljátsszuk, és hát vannak azért a zenekarnak mindig időről időre megújulásképpen új számai, úgyhogy most lesznek új számok, és a koncerten lassú is, gyors is, és hát lesznek azok a számok, amiket ugye mint mondom, mindig el kell játszani, hogy azokat is el fogjuk játszani. Csík János zenekarának első formációja 1988-ban alakult meg, mégis jelenlegi összeállításukban jutottak el pályájuk csúcsára. A Most múlik pontosan című Quimby feldolgozás hozta meg a népszerűséget a Csík zenekar számára. Hát így igen, a 28. évünket tapossuk jelen pillanatban, és hát ez mindig úgy van, hogy amikor az ember muzsikál, akkor még nem veszi ezt az évfordulókat, aztán jön a 15-20-25, és akkor a 25 az már komoly volt, tehát az már egy komoly évforduló volt, most már 30 lesz, és akkor ez mindig olyan hihetetlen, hogy úristen, 30 év. És csak visszatekinteni lehet, de az eleje az már nagyon homályba vész, de persze azt tudjuk, az volt az aktív tanulás időszaka. Aztán sok koncertezés, rengeteg táncház, táncütés kíséret, és akkor aztán utána egy idő után egyre népszerűbb lett a zenekar. Hát én annyit szoktam erre mindig mondani, hogy
hogy a közönség egy idő után felfedezte a zenekart, és ennek nagyon örülünk, úgyhogy az elmúlt 28 év ugyanúgy indult, mint annak idején minden zenekarnál, ugye most már az egy kicsit másképpen vannak, de annak idején az ember elkezdett tanulni, sokat muzsikált, egyre többet koncertezett, megismerték, és a szerencséje volt és jó dalokat csinált, akkor ismert lett, úgyhogy egy 20 év után jött el nekünk is az időpont, amikor országosan ismertek minket, úgyhogy rengeteg tanulás, rengeteg koncert, rengeteg táncház. Ez volt a Csík zenekar eddig. A zenekar elkezdi a készülést a jubileumra, amely nem mindennapi lesz. Hát nyilván mi is készülünk a 30. jubileumunkra, és hát pontosan még ilyen időbeosztáson nincsen, mert azért az még arrébb van, de azt már tudom, hogy már elkezdtük a próbákat egy nagyon érdekes zenei anyaghoz. Presser Gáborral csinálunk egy közös lemezt, ami nagyon érdekes lesz, mert az Amadinda ütős együttes is közreműködik benne, úgyhogy egy nagyon-nagyon érdekes házasítása lesz ezeknek a muzsikáknak, három teljesen különböző, mégis nagyon szervesen összeillő stílus, és hát ez fog majd lemezen megjelenni, hát majd valamikor az évforduló környékén szerintem ez biztos meg lesz. A zenei repertoárt a szerelemmel lehetne párhuzamba hozni. Olykor gyönyörű, olykor fájdalmas dallamok, amelyek a végén mégis meghatott, boldog tekinteteket szülnek. Akár örömmel, akár sírva vigadunk, de legalább vigadunk. Sokan sokféleképpen értékelték a 11. Büki gyógybornapokat. Mi a rendezvény arcától, mindenesétől kértünk fesztivál értékelést. Az emberek szeretik és igénylik a nem csak helyben és a megyében, hanem már országosan is ezt a jó hírű rendezvényt. Szép Bencét már sokféle szerepben láthatta a büki közönség. Pár éve a gyógybornapok színpadi házigazdája. Szerintem én a világ legszerencsésebb házi gizdája vagyok, mert ez egy fantasztikus rendezvény. Amit én nagyon-nagyon szeretek, hogy elképesztően profi a szervezés. Tehát azzal, hogy az egyik színpadon véget ér egy szuper koncert, én mint műsorvezető megyek át a másikra, felkonfolom a következő produkciót, és már is indul egy másik fantasztikus koncert, és a közönség meg jön, mint régen egyiket a Bácsi komédiáknál volt ez, amikor így egyik színről mentek át a másikra, itt is hasonlóan működik a dolog. A fesztivál utolsó napján kíváncsi voltam, hogyan érezte magát az 5 nap alatt. A fesztivál borát megkóstoltam, az egy fehér bor, száraz bor. Ha őszinte akarok lenni, én a fehér boroknál a félszárazokat jobban szeretem, vagy a félédes borokat, de ez egy kitűnő bor egyébként, és ami nagyon érdekes, hogy ezt biztos sokan tudják, de a fesztivál bora és bükváros bora az egy és ugyanaz. Tehát egyszer fordult ilyen elő a fesztivál 11 éves történetében, és egy csodálatos bor egyébként. Még két bort kóstoltam itt a fesztiválon, sajnos tényleg csak kóstoltam, mert hát ugye én itt műsort vezetek. A jó hangulat az azért kell egy picit, hogy oldódjon az ember, de én a... Hát én szoktam mondani, én éjfélig a kulturált borfogyasztás híve vagyok, éjfél után meg a kulturáltan pálinka fogyasztásé. Úgyhogy ez a hagyományom a fesztiválon sem szakadt meg.
De vannak azért még emlékeim a fesztiválnak arról a részéről, ami így a késő éjszakában nyúlt bele. Úgyhogy kifejezetten jó hangulat. Egyébként mindenki kérdezi, hogy hát milyen rossz itt neked, mert hogy neked dolgoznod kell. Nem, én annyira jól érzem magam, egyrészt rengeteg nagyszerű produkciót lát az ember. Nagyon-nagyon sok barátom van már, bükiek és nem bükiek. Úgyhogy nagyon jól érzem itt magam. Sokan kíváncsiak, hogy jövőre is találkozhatnak-e a népszerű stand-upos humoristával. Nagyon-nagyon remélem, hogy jövőre is el tudok jönni. Többen mondták már, hogy miért nem stand-upolok többet, mint ahogy korábbi években szoktam. Azért szoktam ilyen a felkonfogban mindig valami humormorzsát beletenni, hogy azért ne hazudtoljam meg magam, és aminek így nagyon-nagyon örülök, hogy a zenekarok is azért látják. Tegnap ugye a Magas Egy Underground volt, akik nagyon megköszönték a felkonfot, az Intim Torna Illegál nagyon örült azoknak a szavaknak, amiket én mondtam a koncertjük előtt. Pedig ha belegondolunk, olyan örült nagy dolgot nem lehet belevinni, mert van egy percem, hogy felkonfráljak egy zenekart, és nagyjából egy-két poént bír el ilyenkor a felkonf, és hát nekem ugye elsősorban a zenekarról kell beszélnem, de mindig jó. Jó így belesűríteni a mondani valóba valami humort, és a közönség is nagyon szereti, azt vettem észre. A fesztivál látogatottsága vissza is igazolta az elvárásokat. Az 5 nap során több mint 17 ezeren szórakoztak a Bornapok zenei színpadai és tanjai előtt. Július 12-én a Büki Rigó Tanya étterem adott otthont Bükkváros borának és a fesztivál borának megválasztásához. Idén a szakmai és a társadalmi zsűri is ugyanazt a bort hozta ki győztesnek. A Tornai Pincészet Zenit bora lett a nyerő. Tornai Pincészet a Somlóhegy legnagyobb családi birtoka. A hegy lábánál található pincészet egyszerre korszerű feldolgozó és borturisztikai központ. Tornai Pincészet Somlóhegynek a legnagyobb pincészete, 60 hektáron gazdálkodnak, és hát a hagyományos somlói fajtákat, elsősorban jufar, háslevelű, furmint, aztán mellette Zenit, Zeus, Hírsai, Olivier, Olasz Riesling, Tramini, tehát elég széles a kínálat a boraikból, illetve a szőlőválaszték. A Zenit nem igazán őshonos a somlói borvidéken, mégis nagyon szerethető fajta. Frissessége mellett gazdag ízvirág jelentkezik, útóízében sok izgalommal. Igazi frissítő, könnyű nyári bor. A Zenit az egy magyar fajta, nem olyan nagyon régóta, 1950 óta önálló bejegyzett borként, viszont ez egy keresztezés és az egyik keresztapja, úgy tetszik, az Ezer Jó, az egy nagyon régi magyar fajta, a másik keresztszülő, az pedig a Buvir, az egy francia eredetű szőlő, és ennek a kettőnek a keresztezéséből 1951-ben Király Ferenc Bécsen hozta létre ezt az új fajtát, azóta bejegyzett. Azt kell róla tudni, hogy ez egy bőtermő, korai fajta, aránylag fagyveszélyes, nagyon jól érzi magát a magasabban fekvő területeken, mint Badacsony északi partja, Mátra, Eger és hát Somlóhegy. Nagyon jól áll neki az ásványias talaj, és hát ebből a borba, ami itt ezen a versenyen ugye nyert, a 2015-ös Zenit, nagyon hangsúlyosan jelentkeznek ezek az ásványias jegyek, amik a Somlóhegyre nagyon jellemző. Az utolsó napon már mérhető volt, hogy a kilátogatóknak mennyire ízlett Bükkváros és a fesztivál bora. Ízlik a bor a borkedvelőknek, sőt olyan visszhangok is érkeztek, illetve olyan megjegyzések is történtek, hogy voltak hölgyek, akik nem nagyon szerették a bort eddig, és amikor megkóstolták, azt mondták, hogy ez még nekik is ízlik. Úgyhogy ez mondjuk nagy elismerés, gondolom, mert mivel hogy ez egy száraz bor, nagyon sokan óckodnak a száraz boroktól, gondolván arra, hogy esetleg túl savas, de ennél a bornál nem erről van szó. Ez egy különösen zamatos fajta maga a Zenit. Szőlővirág illatú, fehér húsú gyümölcsöknek az ízeit hordozza, úgyhogy hát tetszik a vendégkörnek. Ha valaki most nem tudta megkóstolni ezeket a borokat, annak a pincészetnél is lehetősége nyílik a kóstolásra. A Tornai Pincészetnek van egy nagyon szép létesítménye, egy bemutató vinotékája van, van egy kis szőlészeti múzeum is, illetve egy nagyon szép rendezvény,
termük is van, ahol esküvőket is szoktak tartani, illetve különböző összejövetelekkel kiadják, illetve van egy konyha is, tartozik az egy konyha is, ahol főznek is. Van egy kis vendégház is a hegyen, ahol szobát is adnak ki, úgyhogy egy boros kirándulásnak ideális a tornai pincészetnek a fölkeresése. A pincészet alapítása óta eltelt 70 évben szinte minden megváltozott. A világ egyre gyorsabban rohan, de a hegyoldali sziklák, a régi pinceboltozat, a több generáción átívelő értékrend változatlan maradt. Közéleti magazinunkat látták. Új közéleti magazinnal legközelebb jövő pénteken jelentkezünk. Kedves nézőink, műsorunkat megnézhetik interneten is a www.riotvdunantul.hu honlapon. Keressenek minket Facebookon is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!